Már a települések nagy részére elküldte az Északalföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A jövő évi hulladékszállítási naptárakat. A szolgáltatással érintett települések mindegyike megkapja azt december 31-éig. A munkanap áthelyezésekre az idei év végén is sor kerül. Az Északalföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Idén december 25-én nem végez gyűjtést. Az erre a napra eső területeken december 27-én gyűjtik majd össze a hulladékot a Kft. Munkatársai. 2021. január 1-én sem lesz szállítás, annak a pótlására január 2-án kerül sor. Azért van ennek jelentősége, mert az emberek sajnos nem igazán követik ezt, vagy aki még követi is, figyelembe kell venni, hogy az autóink ezeken a napokon, mivel meglehetősen sokan elfeledkeznek erről, hogy gyűjtési nap van, nem rakják ki a hulladékot, sokkal hamarabb érnek el az adott ingatlanokhoz. Tehát előfordulhat, hogy nem a megszokott 10 órakor járunk majd X ház előtt, hanem már esetleg 8-9 órakor elvégzik a gyűjtést a kollégák. Az ügyvezető felhívja a figyelmet arra, hogy minden év végén kiadják a következő évre vonatkozó hulladékszállítási naptárakat. Kéri, hogy ezeket a települési bontásban kiadott naptárakat kövessék figyelemmel, illetve a Kft. Honlapján szintén településekre lebontva megtalálhatják az információkat. Személyes ügyfélszolgálatot jelenleg nem biztosít az Északalföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ha további kérdéseik vannak, akkor bárki elérheti a telefonos vagy e-mailes ügyfélszolgálatot, ahol kérhetik a kollégák segítségét.